35-ös út. Egy fontos főút, amely Amerika középnyugati részén fut keresztül Kanadától egészen Mexikóig. A forgalom nagyon erős ezen az államokon keresztül futó főúton, mégis egyedülálló az, ami az út mellett történik. Személyautók és kamionok száguldanak le és fel minden nap a 35-ös úton. A délen található Laredo városától megy fel északra egészen Dolatig. Hívők egy csoportja szerint a 35-ös út nem más, mint amiről az Izsaiás könyvének 35-ös részében lehet olvasni a 8. versszakban. És lesz ott ösvény és út és szentség útjának hivatik. Jeff Baldwin ifjúsági pásztor a Dallasban működő Heartland Ministryben. Nagyon egyedülálló városokról szól ez a prófétikus ige, amely azt mondja, hogy menj el ezekbe a városokba, és kiállt szentségért és megtisztulásért, és én eljövök. Több tucat középnyugati gyülekezet fogott össze, hogy imádkozzanak ezeknek a proféciáknak a beteljesüléséért. 17 darab 24 órás imacsoportunk működik. A főszervezők közül az egyik Cindy Jacobs, valamint a Heartland Ministries vezető pásztora Steve Hill, aki a Brownsville-i ébredés kapcsán vált ismerté. A 24 órás ima alkalmak és a dicséretek mellett az On Fire mozgalomban résztvevő fiatalok kívülről is kerítenek résztvevőket az imádkozásokra, abortusz klinikákról, melegbárokból, striptease klubokból és pornóboltokból. Egy szent nemzetet szeretnénk. A tisztulási ostromnak nevezett összejöveteleken Hill szerint Isten arra használja őket, hogy szabaduljanak meg az emberek a drogfüggőségtől, alkoholtól és a vallásos élettől. Megláthatjuk, ahogyan tűzbe jönnek Istenért. Egészen a texasi Laredo-tól fel a minnesotai Duluthig. Ez az Istentől kapott látás tényleg nagy kihívás. Mint például, ami néhány héttel ezelőtt történt az első megtisztulási ostrom alkalmával, ezelőtt a homokos bár előtt Dallasban. Fiatal keresztények énekeltek, megpróbálták őket félbeszakítani, de Joe Oden evangélista folytatta a szolgálatot. Az első személy, aki csatlakozott, ott a helyszínen megkeresztelkedett Szent Szellemmel. Senki nem beszélt róla, egyszerűen csak magától vette a Szent Szellemet. A második személy egy visszacsúszott ifjúsági pásztor volt, akinek a halott szellemét eltalálta Isten ereje. És itt jön James Stabile, egy 19 éves homoszexuális férfi, akit ivás és bulizás közben talált el. Merúgtam az egyik bárban, és éppen úton voltam, hogy folytassam az ivást, és találkozzak a vőlegényemmel. Éppen belefutott egy ilyen megtisztulási ostromba, ahol Joe megkérdezte. Érezted már valaha Isten erejét? Mondtam, még nem. Kérdezte, hogy szeretném-e. Éppen, hogy csak megérintett, és azt mondtam, tűz, és emlékszem, csak hátra léptem, mintha gyógyszer hatás alatt lennék. Nagyon kellemetlen helyzet volt, és akkor újra mondta, hogy tűz, és akkor hátra estem. Érezte, hogy Isten dolgozik benne, hogy megmentette és szabaddá vált a homoszexualitástól. Teljesen átalakított és radikálisan megszabadított. Nem érzem már a vágyat, hogy férfiakkal legyek, mint korábban. Rátettük a kezünket, Isten ereje eltalálta, betöltekezett Szent Szellemmel csatlakozott a gyülekezethez, és csak Istennek él. Hillék meg voltak döbbenve azon, ami a meg nem tért emberekkel történt. Rendszeresen látjuk, amint lelkek menekülnek meg, és mindenféle függőségből megszabadulnak. A 20 éves Sarah Sanders szeret ezeknek a szokatlan eseményeknek a sűrűjében lenni. Ha kimegyünk ezekre az ostromokra és hirdetjük Jézust, miért ne számíthatnánk furcsa eseményekre? Sarah Sanders és barátai az On Fire mozgalom fiataljait egyre inkább a félelem nélküli és határozott kiállással teszik ismerté. Elkezdtünk emberekért imádkozni, és Isten megérintette őket. Beszéltem egy beteg emberrel, és megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e érte. Jézus elkezdte megérinteni és meggyógyítani. Mondtam, hogy szeresse Jézust, és ez minden. Baldwin szerint ez egy járható út arra, hogy elérjék ezt a generációt. Akarnak látni egy ellenbirodalmat. Akarják látni Isten erejének a demonstrációját közembereken keresztül. Hill hiszi, hogy Istennek egy csodálatos terve kezdődött el a 35-ös út mentén. Húzzunk egy vonalat Amerika közepén, és lobbantsuk lángra az embereket. Mentsük meg a fiatalokat, mentsük meg az anyákat és apákat, hozzuk tűzbe a gyülekezeteket, éljünk szentül, és nézzük, hogyan hat ez Amerikára. És hogy mire számítunk? Igazságos vezetőkre számítunk, reformokra, amelyek valóságban végigsöpörnek a föld felszínén. Ha itt változnak a dolgok, akkor az égben is. Én hiszem, hogy démonokra és angyalokra gyakorlunk hatást. Egyesek azt gondolhatják, ez egyedülálló, hogy Isten egy főút mentén cselekszik. Minden esetre úgy gondolom, meglehetősen érdekes, hogy Isten egy főútat használ arra, hogy rávezesse az embereket az útra.
Micsoda lenyűgöző történet. Milyen csodálatos lenne, ha tényleg húznánk egy vonalat keresztül Amerikán, és elterjedne ez mindkét irányba. Általában a két szélén kezdik, és haladnak befelé. Most pont az ellenkezőjét lehetne tenni. Milyen fantasztikus. Csodálatos volt látni. Igen, fiatalok megtelve Isten erejével. Csodálatos.